A Felvidéki Hagyományőrző Egyesület táncosai mutatják meg tudásokat a Művelődési Ház színpadán. Ők is, mint minden civil kulturális egyesület a városban, időről időre megmutatja, hol tartanak a hagyományaik megélésében, kitűzött céljaik elérésében. Bátaszéken hagyomány, hogy a különböző szervezetek folyamatosan segítik a város rendezvényeinek lebonyolítását. A költségvetések erre adott lehetőséget, hogy ebben az esztendőben is 4 millió forint keretösszeget határozunk meg a bátaszéken működő civil szervezetek működési, illetve rendezvényeinek a támogatására. A bátaszéken mintegy 32 civil szervezet működik. A 4 milliós keret fel van osztva különböző tevékenységi körökre, alapítványokra, sportszervezetek támogatására, hagyományőrző szervezetek támogatására, sőt az egyházokra is gondoltunk, amikor a keret meghatározása megtörtént. 2015 óta létezik ez a támogatási rendszer, hiszen akkor hívtuk életre azt a rendeletet, amiben szabályozzuk a keretnek a felhasználási módját. A meglévő pénzösszegeket a szervezetek minden esztendőben teljes egészében kihasználják rendezvényeikhez. Így volt ez a 2018-as költségvetés biztosította forrásokkal is. A város vezetése a napokban egyeztetett a szervezetek vezetőivel az idei esztendő rendezvényterveiről, ebben arról a segítségről, melyet a lebonyolítás során kérnek a közösségektől. Az idei támogatási elvek is szóba kerültek. A szervezetek a napokban nyújthatják be igényeiket a város vezetésének. A pályázati kiírás már megjelent, hiszen a költségvetés elfogadását követően azonnal közzétettük. Április 15-ig lehet a pályázatokat benyújtani a Városházán. A honlapon, a városunknak a honlapján megtekinthető maga a pályázati kiírás és a pályázati adatlap is, amelyen a pályázat benyújtására lehetőség van. A képviselőtestület a soron következő ülésén, tehát áprilisban el is bírálja ezeket a pályázatokat, és a lehető legrövidebb időn belül meg is kötjük a támogatási szerződést, és a támogatást is biztosítjuk a civil szervezetek számára, hogy minél hamarabb hozzá tudjanak jutni a pénzhez, és minél hamarabb az egyesületük működéséhez fel tudják használni. Alapvetően az egyesület életéhez kapcsolódó költségekre lehet felhasználni, a működésükhez kapcsolódó kiadásokra, dologi kiadásokra, rendezvényeknek a szervezésére. Hát nagyon nagy elvárásaink nincsen, mivel közpénzről van szó, természetesen az államháztartás szabályai szerinti felhasználást felügyeljük, de eddig még nem volt probléma az elmúlt 4 évben az elszámolással kapcsolatban.